Miközben a megyebeli futballcsapatok még téli pihenőjüket töltik, az MLS megyei igazgatóságán már a tavaszi szezon előkészítésén dolgoznak. Ennek része, hogy két felkészülési tornát is biztosítanak a három osztály 9 csoportjában szereplő 128 együttes számára. A már hagyományos teremtornára 36 csapatot várnak a szervezők. A selejtezőket a megye 6 sportcsarnokában, a középdöntőket 4 helyszínen bonyolítják le, a döntőnek pedig a nyíregyházi Filó Sportcentrum ad majd otthont január 29-én. Emellett 4. alkalommal írta ki az igazgatóság a műfüves nagypályás tornát. Idén először nem egy helyszínen, hanem 3 helyszínen tudjuk fogadni a csapatokat. Ennek a jelentkezése már lejárt, úgyhogy így már ki tudom jelenteni, hogy 34 csapat adta le a nevezését. Nyírbátorba, Kisvárdán és Tarpán fognak játszani majd ezek a csapatok. Értelemszerűen területi alapon osztottuk be a jelentkező csapatokat. 10 együttes fog játszani Kisvárdán, illetve 10 Tarpán és 14 Nyírbátorban. Minden egyes csapatnak 4 felkészülési mérkőzése lesz. Január 28-án indul ez a torna, és egészen ugye a február utolsó előtti hétvégén, tehát a bajnoki rajtot megelőző hétvégén zárul. Az átigazolási időszak január 15-től február 15-ig tart. A korábban megszokottakhoz képest több szabály is megváltozott. Az egyik legfontosabb talán az, hogy idén télen csak úgy igazolhat át játékos, hogyha az átadó klub is ebbe beleegyezik, az az átadó klub engedélye nélkül nem lehet klubot és egyesületet váltani, illetve az is nagyon fontos változás, hogy akár pénzt is lehet kérni játékosért, ugyanis idén téltől, ahogy nyártól már ugye utánpótláskorú labdarúgókért lehetett pénzt kérni, ez most már téltől lehet a felnőtt játékosnak. Itt is van egy táblázat, szintén a NYIASZ-nak a 18. oldalán az átáblázat, ahol pontosan meg lehet tekinteni, hogy mennyibe kerül egy adott játékos, hogyha esetleg el akarja vinni A klub a B klubtól. Itt viszont annyi a változás, hogy a felnőttek esetében, 19 év feletti labdarúgók esetében nem feltétlenül szükséges a pénzmozgás, tehát itt megállapodhat a két egyesület abban, hogy ingyen átengedi a labdarúgót a másik klubnak. Újdonság még, hogy tavasztól új ügyviteli rendszert vezet be az MLS. Az úgynevezett integrált futball alkalmazás használatának elsajátításában a megyei igazgatóság segítséget nyújt majd a klubok számára. A tavaszi szezon február utolsó hétvégén rajtol.